Tavaly márciusban tették le a Váker Kft. Új gyártócsarnokának alapkövét. Az elkészült épületet csütörtökön adták át ünnepélyes keretek között. Lázár János építési és közlekedési miniszter a köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar kormány az elmúlt 7 évben 3500 milliárd forinttal támogatta a hazai vállalatokat a gazdasági és innovációs program keretében. A makói céghez hasonló típusú beruházásokra mintegy 52 000 vállalkozás pályázott. Minden kisvállalatnak az a legnagyobb kihívása, hogy hogyan tud növekedni, hogyan tud nagyobbá válni, és minden közepes vállalatnak az a legnagyobb rizikója, és az a legnagyobb kísértés és legnagyobb probléma, hogy hogyan tud nagyvállalattá válni, és hogyan tudja a megrendelőket beszállítóként kiszolgálni, és hogyan tudja fölvenni a versenyt a konkurenciával. Ha ez a vállalkozás nem növekedett volna az elmúlt 9 esztendőben, akkor a megszűnés veszélye fenyegette volna. Ez a csarnok garancia az előrelépésre, a megrendelés folyamatos növekedésére és egy technológiai fejlesztésre is. A kormány elkötelezett a cég további fejlesztésében. Gratulálni szeretnék az igazgató úrnak, sok sikert és jelentős profitot kívánva nyilvánvaló a tulajdonosoknak. Farkas Éva Erzsébet polgármester az átadón arra emlékeztetett. A makói céget 30 évvel ezelőtt 18 elkötelezett ember alapította meg, ami nagy bátorság volt akkoriban, de a kemény munka meghozta a sikert. A cég ereje az egész város közösségére hatással van. Itt Makón a Váker Kft. 3 évtized alatt az elkötelezettség, a szorgalom, és nem utolsó sorban a társadalmi szerepvállalásnak a szimbóluma lett. Köszönet ezért az alapítóknak, elsősorban Tóth István egykori ügyvezetőnek, aki 28 évig szívvel, lélekkel és atyai gondoskodással, ha lehet így mondani, irányította a makói alapítású céget. A Váker Kft. Ügyvezető igazgatója a beruházás ismertetésében kitért arra is, hogy a kapacitás növelés egyik legfontosabb oka a dinamikusan növő kereslet volt. A stabil piac pedig komoly növekedési lehetőségeket rejtett a vállalat számára, amit sikeresen kihasználtak. Az árbevételünk az idei évben el fogja érni a 11 milliárd forintot, ez a tavalyi évben 8 milliárd volt, előtte évben 6 milliárd, tehát ebből is látszik az a dinamikus fejlődés, hogy milyen volumennel foglalkozunk. Augusztusban 480 fő alkalmazottunk volt, évvégén azt gondolom, hogy az 500-at fogjuk elérni, és tartósan ez lenne a cél szám is. Erre minden lehetőség megvan, nagyon jók a kilátásaim, mivel a piac nagyon stabil. Ha a januári adatokat veszük bázisnak, amikor még itt ez a csarnok abszolút nem üzemelt, ahhoz képest átlagosan 50%, de bizonyos részlegen 70%-kal is már növekedtünk. Nyilván a feladatunk az az, hogy ezt minél jobban toljuk felfelé. Amint egy 3 milliárd forintos beruházással a cég egy több mint 5000 négyzetméteres gyártócsarnokkal bővült, amelyben hasonló technológiával dolgoznak, mint a többiben, ám ehhez az elérhető legkorszerűbb berendezéseket szerezték be, ami sokkal hatékonyabb gyártást tesz lehetővé.